A Dérini Kulturális Központban egy nagyon érdekes kiállítás volt a héten. Erről fogunk beszélgetni Kovács Máriával, a Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezetének a titkárával. Megnéztük a kiállítást, ki mindenkinek az alkotása volt itt. Igen, a kiállítás a pszichiátriai és szenvedélybetegek munkáiból készült. A 2012. január 1-én hoztuk létre a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátását, és a családlátogatások során derült ki, hogy a gondozottak mennyire büszkék a munkáikra, és akkor jött ez a gondolat, hogy ezeket egy kiállítás formában nagy közönség számára is meg lehetne mutatni. És most ezt látták a kedves érdeklődők a művelődési házban. Karcagi, Kisújj, illetve Berekfürdői gondozottak munkáiból készült a kiállítás. Tényleg voltak nagyon szépek és nagyon kreatívak, tehát itt láttunk a szőnyektől kezdve tényleg nagyon szép festményeket, gobleneket is, tehát tényleg érdemes volt ezt a kiállítást megrendezni, lesz ennek folytatása. Igen, hát bízom benne, hogy ebből hagyományt fogunk teremteni, illetve tervezzük Kisújszálláson is bemutatni ezeket a kiállítási tárgyakat. Akkor reméljük, hogy hasonló kiállításon még be tudunk számolni, és mit kell tudni erről a csoportról? Igen, hát ez, mint ahogy említettem, 2012. január 1-én pályázati pénzből valósítottuk meg Karcag és kistérsége, illetve Tiszafüred és kistérsége területén élő pszichiátriai szenvedélybetegeknek a gondozását, otthoni gondozását jelenti. Ennek a célja a beteg saját otthonában történő gondozása, együttműködve a pszichiátriai szakemberekkel és a szociális munka módszereivel. De akkor én azt kívánom, hogy hasonló kiállításokat még nézhessünk, és minél eredményesebb legyen az önök munkája a betegekkel. Jó, hát köszönöm szépen, én is bízom benne.